Sziasztok srácok, itt ismét Damien. Elérkezett az alkalom, hogy kinyissuk az Art of Play-nek a Prime Ö kártyáját. Nézzük is meg rögtön így a dobozt, csapjunk bele a közepébe. A Prime egyébként egy 2014-es csomag, az első olyan csomag, ami az Art of Play, kifejezetten az Art of Play számára készült, és amit Ben Newman tervezett, tehát ez az első tervezése így az Art of Play-nek. Ezeket a színeket használja, ezeket a narancssárga, kék, sárga, fehér, tehát ezekből a színekből táplálkozik, mondhatni, Angliában Tervezett csomag egyébként. Eleje ilyen, hátoldala ilyen, tehát a doboz hátoldala. Ez még vissza fog köszönni egyébként, ez a minta. A Prime felirat a túloldalon, szintén a Prime felirat, de itt van ugye a Quality Playing Cards, illetve hogy kifejezetten az Art of Play-nek tervezett csomag tetején semmi, a lezáró mindjárt megnézzük, az alján pedig a szokásos Art of Play, stb. stb. Egy érdekesség, hogy ezt a csomagot az Expert Playing Card Company nyomtatta, készítette Taipei-ben, tehát ez egy Taipei, mondhatni egy Taipei csomag, ugyanaz a csapat csinálta, legalábbis a nyomást, mint aki a Simlin paklit, a lila, volt az a lila Simlin pakli, azt is ők gyártották az Expert Playing Card Company. Na nézzük, hogy milyen a csomag. Megmutatom a lezáró matricát, ugye az élőben már lekerült, a együtt, így néz ki. Hát így élte túl szegényke. A doboz egyébként egy karton doboz, ami egy ilyen furcsa, ilyen bevonatot, ilyen bicsi, ilyen műanyagos bevonatot kapott, és a kártyát ki is veszem, nézzétek meg, kék, belül csak egy olyan kis minta, minta van benne, amit ott láttok. Ennyi a doboz. Na, nézzük a kártyákat. A hátlap, a doboz hátlapját kapta meg, azt így meg is tudom mutatni, az így néz ki. Tehát a doboz hátoldala köszön vissza. Egyébként ez egy nagyon jó ilyen vibráló hátlap, ami azt eredményezi, hogy igazából, ha ezzel dolgozunk, akkor egy ilyen színes, mondhatni egy színes élményt tudunk adni így a nézőinknek, tehát jó, jó, jól jó néz ki, jól néz ki. A minősége az hát egyáltalán nem bicycle, jó kemények a lapok, nagyon kemények, illetve mintha kaptak volna egy ilyen műanyagos bevonatot, kicsit mintha ilyen műanyagos lenne az egész. Egyébként ez biztos, hogy be fog puhulni egy idő után, de a legelején, az első nyitásnál megijedett az ember, mert nehezebb vele dolgozni. Na nézzük az előlapokat. Két joker. Ha valaki kiszúrja rögtön a különbséget, ugye? Ha nem, akkor nyugodtan állítsátok le a videót, lehet játszani. Az egyik, elárulom a megoldást, az egyik a vidám, a másik az kicsit morcosabb Joker, ugye itt a száj az ilyen fölfele, itt meg mintha lefele ívelne, és itt a szemöldök, ha ez a szemöldök, nem is tudom, hogy ez a szem vagy a szemöldök, ezt mindenki döntse el maga, nekem a szemek ezek a narancsárgák, bár lehetséges, hogy azok inkább csak így az arcpír, ugye, az orr mellett, mert az lenne a logikus, de hát a franc se tudja, nem tudom, nekem ez inkább ilyen szemöldökös dolog, minden esetre ez ilyen. Na, a figurás lapokra majd mindjárt rátérünk, logikus, amikor elérkezünk hozzájuk. A rajzolatok és az indexek mindenhol ezt a egyenes vonalakat követik, tehát ilyen alakzatokból próbálta meg a, a designer összerakni, mint ahogy láthatjátok, a, a pikk is olyan, mint egy ilyen kis fácska, mint egy, hát most karácsony mondhatnám, az ilyen aktuális, de egyébként mindegyik pikk az ilyen. De amúgy nem néznek ki rosszul szerintem, tehát jó pofa. Na, a figurás lapok nagyon érdekesek, tehát hát itt ki mit lát bele szerintem? Így néz ki a bubink. Ki mit lát bele a figurás lapokba? Dámánk, érdekesek, érdekesek minden esetre. A királyunk. Nagyon furcsa. Na, ők voltak a pikkek. Jön a kör, a kör az egyetlen olyan lap, ami kapott egy kis éves vonalat, én mondjuk lehetséges, hogy ezt is ilyen kis háromszögekkel oldottam volna meg, nem tudom, és narancsárga, tehát a vörös lapok, tehát a feketék azok ilyen nagyon sötétkékek, mint ahogy itt látjátok, a piros lapok azok pedig ilyen narancsárga szint kaptak. És akkor hát ugyanígy ugye a, a körök azok meg ugyanezt a dizájnt azt, azt megtartották, tehát igazából csak a kis index szinte az az, ami árulkodik, meg a szín, hogy ez nem, nem, nem az a kártya, ami, ami, amit megszoktunk, ugye, Bicycle, és akkor jönnek a, na, a figurás lapok, amik szintén nagyon-nagyon érdekesen néznek ki, nem is tudom, ez is mire hasonlít, elég egyedi, a dáma is, nagyon, nagyon vigyorog, olyan, olyan kis gülőszemű, nem tudom, ez érdekes, illetve a királyunk is hasonló, nagyon furcsa. Fur egy nép ez a körnép. És a királyunk az itt, mint körkirály, nem öngyilkos király, csak olyan sima. Na, a treff, ez nagyon tetszik, ez a treff. Ez, ez szerintem nagyon jól néz ki, ez a treff szimbólum. Csak az ászon látszik az összeköttetés. A többi lapon, hogyha megnézitek, csak pontok vannak, tehát így lett leegyszerűsítve a dolog, tehát csak pontok. Amivel egyébként nincs is semmi baj, mert ez is, tehát nézzétek meg, szerintem tök jól néz ki. Na, a figurák itt ilyen, hát mint hogyha ilyen kis csontvázak lennének, nem tudom. Tehát nézzétek meg, ilyen csontvázszerűek. A bubi, a dáma a kis vigyorgó, vigyorgó királynő, csontváz királynő, és a király hasonlóképpen. Próbálták ilyen nőjessé tenni így a fejformát, meg úgy, tehát így mindent így próbáltak kicsit ilyen nőjes vonalat, ugye piros száj, kék száj, próbálta valahogy a designer illusztrálni, hogy az, az dáma, tehát a nőjes, de szerintem jól sikerült neki. Tök jó. És akkor a végén, de nem utolsó sorban a kárólapok, ami inkább négyzet, mint ez a tipikus káróforma. forma. És szintén a narancsárga szint, megkapta. Végig megyünk. És akkor figurás lapoknál, hát ők pedig ilyen kárófejű, kárófejű figurák. Egyébként, igen mindegyik figurai valahogy próbált valamilyen módon utalni a, az ő indexére, tehát a károk azok ilyen kárófejűek, és így tovább. És akkor a királyunk is és elérkeztünk a végére a csomagnak már csak két reklámkártyánk maradt sajnos nem kaptunk geflapokat az egyik egy art of Play, és a másik meg egy prime-os reklámkártya hát ezt max tudjátok saját saját gyártású geflapot lehet gyártani belőle. Na, nézzük meg hogy hogy működik a csomag azért kiszedek egy a végére, csak hogy itt legyen ez mondjuk ez a, ez a király az aranyos meg egy pikkázt is, meg már mondjuk egy jokert is kiszertetünk, Így. Na nézzük, hogy hogy működik ez a csomag. Hát igen, nagyon kemény, tehát ö, ezt, ezt, azért be kell fújítani, mert tényleg nagyon kemény. A fárósa föl az élőbe is nagyon nehezen ment, nem tudom, hogy, mert egy kicsit pörgettem, forgattam utána, hogy azóta egy kicsit már megjött a kedve hozzá, de nem, nem, annyi, annyira nem jött meg a kedve, de végül egész jó. Nézzünk fel egy óriás legyezőt. Ó, oh. nem rossz. Hmm. Egész szép, egész szép, egész szép. Tehát ezt, ezt azért be lehet puhítani, ezt a csomagot szerintem. Tehát megfelelő használat mellett. És ha gyűjteményben mindenféleképpen jó, tehát gyűjteményben tudom ajánlani. Úgy nem tudom alkalomhoz kötni, hogy azt mondom, hogy ez a csomag olyan, hogy jaj, de jó lenne erre az alkalomra. De minden esetre gyűjteményben egy nagyon szép, szép, szép darab. Na, hát ez volt, srácok. Prime, az Art of Play-nek a Prime csomagja. Remélem, hogy tetszett. Nyugodtan mondjátok el ti is a véleményeteket kommentben, illetve a leírásban megtaláltok minden fontos linket, elérhetőséget, Facebook, Instagram, TikTok, stb. stb. Ott tudtok követni. És hát, hogyha tetszett, akkor feltétlenül dobjatok egy lájkot like ot erre a videóra, illetve ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára se, és kövessétek továbbra is a kártyabontós videókat, vagy így utólag, vagy pedig élőben ezt a YouTube közösségi fülön megtaláljátok. Örültem, hogy itt voltatok, és tartsatok velem legközelebb is, legyetek jók! Sziasztok!